Kolozs megyében elsőként iktatta a jelöltjei népsorát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a megyei választási irodánál. Kik vannak a listán, hány parlamenti képviselőjelölt, hány szenátorjelölt szerepel a népsoron, és nyilván milyen programmal indulnak, mindenről Kinizsi Zoltánt kérdezem, aki már is itt van a stúdióban. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk. Most hát nézzük a listát, ha nem is minden egyes nevet, a legfontosabbakat említse meg, és nyilván azt, hogy hányan szerepelnek. Hát kezdeném akkor statisztikai adatokkal. Ugye Kolozs megyében összesen 10 választókerület van, ahol képviselő jelölteket állított az RMDSZ, tehát minden egyes képviselői körzetben állítottunk jelöltet, és hasonló a helyzet a 4 szenátori körzettel is, ott is vannak induló jelöltjeink. Ugye elsőként adtuk le a listát, elsőként iktattuk ezeket a jelölési dossziékat, tehát én nagyon remélem, hogy ez meg fog mutatkozni az eredményben is. Ugye hát egy pozitív eredményre számítunk mindenképpen. Most elmondanék néhány nevet, kezdeném a szenátorokkal, mert ők vannak kevesebben. Ugye Kolozsvár, maga a város 2 szenátori körzetre van felosztva, ebben az egyikben Eckstein Kovács Péter volt szenátor, volt államelnöki személyes tanácsadó indul, másikban pedig László Attila Kolozsvár volt alpolgármestere, az RMDSZ jelöltje. A hegyvidéki, valamint a mezőségi körzetekben is vannak szenátorjelöltjeink, az egyik az Vákár István, a megyei tanács jelenlegi alelnöke, mezőségen pedig Lőrinci Zoltán, Kolozs megyei tanácsos vállalta a megmérettetést. De ugye olyan nevek, akikről az emberek már biztosan hallottak, Eckstein Kovács Péter biztos vagyok, hogy nem kell bemutatni senkinek, hasonlókat mondhatok László Attiláról is, tehát elég nagy ismertséggel rendelkező jelöltekről van szó, és reményeink szerint hát hozni fogják a kötelezőt. És hát bevallanám akkor már a választások után, mi azt szeretnénk, hogyha ismét lenne szenátorunk, Kolozs megyének lenne egy szenátora, és ez hát reményénk szerint, és ahogy a népesség eloszlása mutatja, minden valószínűség szerint, amennyiben sikerül, az a városból fog kikerülni. És hát egy nagyon, nagyon régi álmot dédelgettünk, hogy végül magának a városnak is legyen egy képviselője. Ugyanis a városnak eddig nem volt Kolozsvárnak képviselője, mert hogyha azt veszük, Máté András Levente, Kolozs megye RMDSZ elnöke, ugye a kalotaszegi körzetben szerzett mandátumot 4 évvel ezelőtt, és most is ott jelölteti magát. Mi nagyon reméljük, hogy ő neki mindenképpen sikerül bejutni, de hát van egy ingatag második hely, így a népesség arány alapján, és reméljük, hogy visszaosztásból legalább egyik képviselőjelöltnek. Egyébként melyik a legerősebb körzet, hogy látják? Hát a legerősebb körzet a megyéből az Kalotaszeg mindenképpen, tehát ott van a legtöbb esélyünk. Most a városban hát vannak magyarok, hogyha az abszolút számokat nézzük természetesen, de hát ugyanakkor a lakosság aránya, itt mindenképpen szerintem csak a visszaosztásban, a töredék szavazatokban lehet reménykedni, de hát merünk merészet álmodni, és meggyőződésem, hogy kollégáimmal együtt sikerül egy olyan kampányt kialakítani, és egy olyan választási küzdelmet becsülettel végigvinni, ahol esetleg még román szavazatokat is sikerül nyerni, és akkor a probléma már jelentősen változik. Milyen programmal indulnak ehhez az elképzeléshez? Hát természetesen van egy országos, általánosan elfogadott program, hát most nem nevezném. Van nyilván, hogy most azokat a tételeket arra tételre kérdezek, ami Kolozs megyét, Kolozsvárt érint igazából, azokra a témákra, így van, melyekre hát az itteni emberek rezonálnának. Ez nagyon változékony, ugyanis hát a körzetek nagyon változatosak itt Kolozs megyében. Szó van a városról, beszélnék most néhány szót a saját választókerületemről, ugye itt konkrétumokat tudok, mert már utána néztem a problémáknak. El tudom mondani, hogy már el is kezdtem megoldani az ottani embereknek a gondjait olyan szinten, hogy itt felvetődött, hogy az úgynevezett Kluzsána híd például az, ami nagyon zavarja őket, hogy csak egy sávon lehet közlekedni, na most úgy néz ki, hogy ezt sikerült megoldani, olyan szinten, hogy a Városháza döntött a múlt héten ennek a hídnak a kiszélesítéséről, tehát mindenképpen egy nagy előrelépés. Én nagyon remélem, hogy ezt értékelni fogják nemzetiségtől függetlenül a választópolgárok, mert ugye itt most arról beszélgetünk, kinek mi fáj, hát nekik konkrétan ez fájt, és valóban egy nagyon fontos probléma a közlekedési szempontból. Ugyanakkor természetesen másak az igényeik a választópolgárainknak, például a mezőségen, ahol Hegedűs Csilla volt
Művelődésügyi Minisztériumi személyes tanácsadója Kelemen Hunor miniszternek. Ő vállaltotta a megmérettetést, de hát éppen beszélgettünk a mi nap, és hát teljesen más kampányolni vidéken, teljesen mások azok az elvárások, amelyek az emberek fordulnak a jelöltjükhöz, és teljesen másról szól a történet itt a városban. Még lesznek kampányműsorok, várjuk a részleteket. Egyébként mikor indul, mikor várható az emberek, hogy számíthatnak arra, hogy szembesülnek majd a kínálattal és a lehetőségekkel? Hát már keményen dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy félhivatalosan, hogy hát a napokban már fognak hallani rólunk szervezettebb formában is. Még folynak az utolsó simítások, hogy ki milyen szinten és hogy fogunk, főleg itt a városban lesznek olyan rendezvények, amelyeket közösen csinál az összes jelölt, lesznek olyan rendezvények, amelyeket két képviselő jelölt és az illető szenátori körzet jelöltje közösen. Tehát mindenképpen egy dinamikus és aktív kampányra lehet részünkről számítani, és mi is számítunk a minél nagyobb részvételre a december 9-i választásokon. Sok sikert hozzá, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.